Ezersebből érzik ez az egész ügy, mint már tudtuk korábban is. Egyik érdekessége a dolognak, hogy a ügyészségi nyomozás, hogyha annak a szabályait veszük figyelembe, még 2017. december 3-án megszűnt, mert hogy annak a meghosszabbítását célzó, hát nem tudom, hogy mondják ezt indítványt, vagy nem tudom, hogy mondják hivatalosan, annak azon a iraton dátum nem szerepel. A 2017. november akárhanyadika, tehát a 2017. november, ilyen dátum nem fogadható el, főleg nem egy olyan helyen, ahol akárhogy nézem, hogy a elvárható gondosság is ezt megkövetelné. És akkor ebből kifolyólag ott megszűnt a nyomozás, ezáltal az ügyészség innentől minden határidőt elmulasztott. Na jó, amennyiben ez nem lenne elég, nem bocsátottam előre. Természetesen kérem a felmentésemet és a többiekért is bűncselekmény hiányában. Na tehát a másik nagyon fontos része, ami akadályozza az egész eljárást, a magánindítványok hiánya. Ugye elsőképpen nem tekinthető magánindítványnak egy országgyűlési képviselői indítvány, már pedig Németh Szilárd szép kis országgyűlési fejlécces papíron, országgyűlési képviselőként aláírva, ráadásul esetenként a, jól mondom, kabinetfőnök által eltűrve küldött ilyen magánindítványokat, na de ez eddig nem elég. Volt egy 2017. szeptember 4-i indítványa, bőven elmulasztotta a 30 napot, amire szükség lett volna, tehát még csak nem is arról beszélünk, hogy 31, hanem bőven. Valamint volt egy 2017. február 23-ai indítványa, azon a dátumok nem, tehát az érintett dátumok nem szerepelnek, ehelyett január 27-ét és 30-át indítványozta a magánindítványában, és akkor volt még a 2017. 3-28-i indítványa, amit hát legalábbis a kabinet főnöke küldött el, tehát ezeket szerintem még csak magánindítványnak sem lehet nevezni. Na ugyanúgy Németné, aki aláírásaként kabineti koordinátor a Fölművelésügyi Minisztériumban, tehát ugye ezt az indítványt sem kéne magánindítványként értékelni, de sokkal inkább ő is a hivatalos jellegét hangsúlyozza. Most, hogy ezt milyen célból, az szerintem már indiferens. Na, folyománya. Ugye volt az ügyészségnek ügyészféle perbeszéd, és akkor ebből a perbeszédből is nagyon érdekes dolgok derültek ki, leginkább, hogy köszönő viszonyban nincs a valósággal, amit előadott. Miért? Mert az egész alapját képezi a 2018. 6. hó, most 1-én, 7-én nem vagyok vele teljesen tisztában elfogadott, hát egy komoly törvénymódosítási csomag, erre építette a perbeszédét, ami jelen időpontokban ezekben az időpontokban ez a törvénycsomag még nem létezett egyszerűen, ellenben érvényben volt a régi GTV, ami szerint például csak, hogy szemezgessek ebben megtett állításokból, tehát ugye a demonstráció be nem jelentése. Attól, hogy egy demonstráció nincs bejelentve, ja, még szebben mondom, és engedélyt kell rá kérni, sose kellett. Tehát ugye engedélyt akkoriban a demonstrációra nem kellett kérni, a be nem jelentett demonstráció attól még jogszerű is lehet, illetve nem ez alá az elbírálás alá esik, tehát itt szépen az ügyészség már belevette a később megfogalmazott jogszabálycsomagot, vagyis itt jelenlévő ügyész elő is adta, tehát itt azért ebbe az ő felelősségét is meg kell vizsgálni. Akkor másik része a dolognak, szépen fejedelmi többes számot használ minden esetben,
függetlenül attól, hogy ki volt ott, ki nem volt ott, ki érintett, ki nem érintett, esetleg mi is, mit is csinált ezeken az eseményeken. Ugye, amit már a korábbi rendőri jelentésekből is hiányoltam és nehezményezem is, hogy amikor szépen a rendőri jelentésben leírták, hogy ott egy demonstrációval találkoztak, és a demonstrációt biztosították, tehát ugye régi GTV, ismerjük nagyon jól, találkozik egy demonstrációval, az biztosítani kell, és akkor itt ezeknek a demonstrációknak a során, noha megjegyeztem, nem írták oda, elfelejtették, hogy nem tudom mi volt az oka, hogy én, mint sajtóképviselője jelentem meg a demonstrációkon. Tehát ugye ezeken a demonstrációkon, ugye akkor az igazi, hogyha felvétel van róla, ez volt teljesen a célom. Na de, itt jön be a képbe az, hogy a többiek pedig a 9647, jól mondom? Per 14-es uniós, hogy mondják ezt, állásfoglalás alapján a ezen uniós állásfoglalás alapján ők is, mint civil sajtó, mint civil tájékoztatók erre a védelemre jogosultak tulajdonképpen, ugye ezt még 2014-ben állapította meg az Európai Unió, és ne felejtjük, hogy jelen állapotok között legalább ezeknek az uniós elvárásoknak nagyon meg kéne felelni ahhoz, hogy a különböző okokból visszatartott Európai Uniós pénzek például Magyarországra eljussanak, mert hát most az Unió maradt mindenre. Láthatjuk nagyon jól. Akkor a szintén az ügyész részéről rendkívül nehezményezem azt, hogy ugyanezeknek a 2018 valamikor hozott törvénycsomagoknak megfelelően próbálja beállítani úgy a cselekményt, hogy bárkinek célja lett volna beavatkozni önkényesen bárki magánéletébe, ugye itt nem is ismert személyekről van szó, itt már ugye általánosságokban beszélek. Tehát ugye a régi GTV értelmében például a mások méltóságának sérelme, még csak egy demonstrációnak tiltási oka sem volt, maximum oszlatási oka. Na most ehhez képest egy új törvénycsomag szerint az ügyészség kriminalizálja jelenlévő ügyész előadásában. Tehát valamint szépen belemagyarázza ezt, hogy kinek mi volt a célzata, feltételezéseken alapul az egész, holott. A büntető eljárásban a bűnösséget, kétséget kizáróan kéne bizonyítani, nem pedig feltételezésekre alapítani. Ugye, és akkor ráadásul itt akármilyen törvénycsomag szerinti kriminalizálás volt az egésznek az alapja, holott korábban, mint a demonstrációt, ahova kivonult a rendőrség és biztosította, ugye azt szerint kellett volna kezelni, amennyiben ő készülik itt mások méltóságának a sérelmét, egyébként súlyos sérelméről szólt a dolog, illetve aránytalanságokról, akkor oszlatniuk kellett volna a demonstrációt. Ehhez képest igazoltatás, tisztában vannak a dolgokkal, megkérdezték, hogy meddig tart, erről szólt az egész, tehát mégiscsak a demonstrációra helyeztük ki a hangsúlyt. Akkor itt ugye a párbeszédet akartak kialakítani, volt egy ilyen megjegyzés, és az ügyésznek kettőn áll a vásár. A párbeszéd vagy kialakul, vagy nem akartak kialakítani. Szerintem azt nem lehet. Önkényes beavatkozásról meg, hát ugye a szándékáról szó nem volt. Ugye ezzel szemben elmesélem, mi volt itt a célzata a demonstrációnak, a vélemény terjesztése és a tájékoztatás. Ezt nagyon jól alátámasztja egy a fő tájékoztató, nem adom a házamat mozgalom, fő tájékoztató Facebook oldala, amin, hát nem is tudom, van már 50 ezer követője, és bőven, jó. Igen, tehát így néz ki, hogy szerintem ez már akár tömegtájékoztatásnak is nevezhető. Akkor ugye a sértett által visszautasított cselekmény, ez kizárólag akkor derül ki, hogy visszautasítja bármelyik sértett a cselekményt, amikor mindenféle eljárások indultak, mert semmilyen egyéb formában, például a